Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Mountain Blade 2 Bannerlord Attila a Hun szériájának a 31. epizódja, és hölgyeim és uraim, az első dolgunk az lesz a mostani rész alkalmával, amit már nagyon-nagyon régóta tervezek, hogy Chaitkantba ellátogatok, lehetségesen úgy, hogy ellenséges területet ne nagyon érintsek, úgyhogy ezen a vonalon próbálom megközelíteni azt a várost, és szeretnék előrelépést tenni azzal kapcsolatban, hogy nem igazán van sörfőzdém, ugyanis szeretnék egy sörfőzdét vásárolni, mint amit már korábban is mondtam, és amit írtatok, amit köszönök szépen. És kiderült, hogy a vizelet harag, P-Rage, valójában főnemest jelent, és hogyha én okot nyomok rá, akkor messzújra, vagy akrumra tehetem le a voksomat. És mínusz 47, illetve 15-ös lesz így a kapcsolat. Hát messzúj nem igazán csípi az arcomat, de kapott 4 százast, és ő pedig 3 darab százast. Én ezt tovább erősítetem, vagy pedig egyszerűen nyomatok egy eszképet, és kikerülhetek ebből a helyzetből, hogy esetleg bárkit is támogassak. A nemeseknek lehet küldetéseket csinálni, srácok, lányok, ami által nőhet a kapcsolatunk. És eddig még nem igazán volt példa arra, hogy egy nemes engem felkérjen arra, hogy valamilyen feladatot teljesítsek neki, viszont az előző részben már láttam, illetve az előző részekben már láttam olyan felkiáltó jeleket, amik arra sarkaltak engem, hogy valami feladatot vállaljak el ezektől a nemesektől. De természetesen a jelenlegi háború a déli birodalommal szembe nincs abban a pozícióban. Nem teremt olyan lehetőséget, hogy én nagyon ebbe a szívembe tudjak elmenő küldetéseket csináljak. Folyamatosan háborúzunk, és háborúzunk, és háborúzunk, és háborúzunk, és háborúzunk, és háborúzunk, de azért nem csinálok mást, mert veszélyeztetve van az én külső frontvonalam. Ez az én problémám. Viszont Chaitkantba talán egy kis sörfőzdétől javulni tud a hangulatunk. Úgyhogy a városba fogunk menni, és barangolni fogunk egy keveset annak érdekében. Orik társaságában. És hát a birkákat nem fogom megbirkagolni. És lovak nincsenek kint, amiket meg tudnék lovagolni. Úgyhogy bejebb megyünk a városba, és az alt lenyomásával a Burberry-t kell megcéloznunk. A sörfőzdét. És semmi. Jó, megyünk ebből az irányból. Valamit kipróbálok. Igen. Jó lenne a játék, hogyha így város lakott területen belül is tudnánk fejleszteni képzettséget, mert akkor csak annyi lenne, hogy egy csapágygolyót leraknánk így a W-re, aludnánk egyet és felkelnénk, és a karakterünk gyakorlatilag ilyen flashhez hasonló sebességre tehetne szert. Volt egy játék, amiben lehetséges volt egyszerűen csak a falnak rohanni és brutális mennyiségű tapasztalati pontot kapni. Ha tudjátok, melyik játékról van szó, írjátok le odalent hozzászólásba. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire széles körül nektek így a játék ismeretetek. Egyre vagyok kíváncsi, ha tudtuk többet, én azt is fogadom. Na szóval, itt vagyunk a sörfőzdénél, és úgy érzem, hogy hamarosan eléggé szép profitra tehetünk szert annak érdekében, hogy még több legyen a vagyonunk. És keresünk valakit, aki esetleg shopworker. Meg szeretném vásárolni ezt 15.886 dénárért. Tudom megvenni. Azt, mit csinálsz ott, barátom? Láttátok, hogy hadonászott a tollal? Mint ha valamit le akart volna rajzolni. Gondolom szólt, vagy valami... Igen. Na, mit csinálsz? Menj már előlem. Secondly, I don't want to open workshop now. Yes! Okay, 15.886-tal lettünk rövidebbek. Viszont mindenféleképpen gazdagabbak a sörrel. A csapat létszámunk az teljes mértékben jó sérült, ebből újra tudom építeni, és szintén, nem, délfele. Kockáztassunk, nézzük meg, hogy itt ezeken a déli területeken gyakorlatilag mi is, ami van. És mielőtt még nagyon belemelegedünk a mostani részbe, a Kingdomoknál megnézzük azt, hogy a Southern Empire Batanian-nal így van, harcban áll, illetve a kisebb csapatokkal. Nagyszerű. Okay, pörgessük meg egy kicsit. És erre nekünk itt nincsen szükségünk, és van kettő sereg, aki nem tudom, hogy hol vannak, Gaos kastélyánál, ezt jó lenne támogatnunk, mert ez határvidék, ez abszolút szimpatikus. Azt követően pedig Mizára rárongyolhatnánk, és csatlakozni fogunk újabb egységhez, iszonyatosan viszket valamiért az orrom. Csatlakozni fogunk seregekhez, mert egy embert, kettőt, hármat már behívhatunk.
az nem lenne rossz, viszont még várnunk kell egy keveset annak érdekében, hogy Deliger, te mit mondasz Deliger, 34 Imperial Recruit. Na, erdős területből BAM! Kirongyol a 102 kuzait zászló alatt harcoló ember, és 5,3. Hát, oké. Hasonló dologgal már találkozhattunk, srácok, lányok, ugye? Nem, itt át tud menni a nyomorult! Át tud menni, oké, nem foglalkozok vele. Nem foglalkozok. A problémát okozhat. Souther has taken prisoner action of the kuzait. Nagy csatát nyertünk, nagy csatát, több nemest is elkaptunk, ami számukra fantasztikus. Wow! Legion of Betrayed. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet velük kommunikálni, ez egy elég érdekes dolog lesz. Attila, it's been a while! Ismerjük egymás, barátom? Valamit meg kell beszélnünk. What do you propose? Semmit. Oké. Okay. Quick question, never mind. Deliver to my demands. Surrender or die. Die, forgive me, it's nothing. Oké, okay. Hát ez egy rendkívül gyors és tapasztalatokban gazdag beszélgetés volt. Örülök, hogy ezt a kommunikációt le tudtam folytatni így ezekkel a lázadókkal. Ez mindenféleképpen felvillanyozott. Serenor partia itt közeledik valamerre, ami lehet, hogy valamilyen seregnek a csapata. 4,7-es, 56-an vannak. És megyünk egy berédelt falu irányába, és azt az 56 embert én megint le fogom nullázni. Ez lesz az én célom. Nem látszik a hótól a nulla. Még nem találkoztunk. El tudsz valamit mondani? Nem? Hát akkor surrender or die. De valószínűleg el akar majd menekülni. Pontosan el akar majd menekülni. Nem akar velünk harcolni, mert természetesen nem volt káposzta saláta a jel az óvodában. Viszont minket ez nem érdekel. Nekünk küzdenünk kell... Nekünk el kell nyomni őket, és... Ja, parasztok! Akkor falunál fogunk harcolni. Falunál fogunk harcolni. És lovasság a 2 darab van. Oké. Infantry! Forward! Wow! Az igen. Footmen! Make a shield wall! Oké, srácok. Archers! A teljes mértékben jó helyen leszünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy változott-e a pozíció. Haver, te mit kapsz? Igen, a hajtódárdát lehet úgy használni, hogy szúróeszközként. És szerintem valami ilyesmit érez az a katonám. Oké, okay, az ellenség látótávon kívül van. De lehet, hogy előrébb kellene mennünk. Igen. A lovas íjászok is elkezdenek lőni, és... ott jön az ellenfél! Oké, arra menjünk egy picit, hogy bele tudjunk rongyolni az arcukba. Ezeknek a szerencsétleneknek. Olyan beleáll a fába, hogyha... Oké. Okay. Csapjuk szét őket. Hello, haver. Hát ezt arcon vertük. Nem gyengén. Ez pedig vállon. Hé! Hey! Hova mész, barátom? Fekszik. Nos! Azt hiszem, hogy a lovasságom elfog... Ó, hát kik vannak ott? Az a katona, az az íjász látta a Matrixot. Lemerem fogadni. Úgy dodzsolta ki a lövésemet, mintha nem lenne holnap. Oké. Okay. Oké. Okay. Kedvencem az, amikor így... Így... Hey. Ja, igen. Ó, kedvencem az, amikor... Úgy esnek el a katonák, hogy így hátra löködnek, mint hogyha egy ágyú golyóval lőttem volna beléjük. Azt hiszem, hogy meggondolta az ellenfél magát. Rossz volt látni, ahogy így
a penge csapódik a fején annak a szerencsétlennek. Némi sérültünk van. És itt pedig... ez egy szőlős. Pedig itt azt hiszem, hogy nem szőlőt termesztenek, azt nyugatra termesztik. Nem halt meg senkinek, három sérültünk van, és egy ijászat, nekem pedig 2-1-1. Oké, nagyszerű. Fantasztis. Menjünk a várostrom irányába. Serenor, jó harcoltál. Elmehetel. Meg van engedve. Lássuk, hogy hogy állunk. 49 plusz 2 per 60, 51 ember van. Jöhet ide az egyik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. Done. Illetve a fegyverzet, van-e valami értékes, amit kaptunk? Egy Rusty Fine Steel Paramerion. Nem tűnik rossz pengének. Egykezes penge. És azt akarom megnézni, mennyivel jobb. 54, 49, oké. Okay. Itasz, viseld meg kardot. Legyen jelképe győzelmünknek. Légy büszke rá, egészen halálodig. Majd jöhet minden cucc. Minden cucc. Gáosz kastélyára lennék én kíváncsi, hölgyeim és uraim, hogy hogy is áll ez a küzdelem, mert igaz, hogy bezártam ezeket az ablakokat, ami által lekövethettem volna a csapatot, de nem itt a klánnál. Dövántor ez av, nem. A klán Urukhanit, 14439 influence, azt a kutya fáját, itt azért rendesen van influence point. Ja, oké. Okay. Semmi. Mondjunk. Semmi probléma. Influencer selected clan. Propose to expel this clan. Oh, oké. Okay. Armies. Wow. Na jó, akkor talán változtathatunk itt a történeten, és így is van. Így is van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gyertek, srácok! Gyertek, 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 gyertek! És nekem kellene egy zóna. Igen, alakul a sereg. Nekem kellene valami terület, ahol tudok vásárolni. Persze, Olivát. Ott hal. 133 kaján van, ami nem sok, de kevés. De talán egy Miza ostromhoz elegendő lesz. Talán elegendő. Talán elegendő, tehenek nem kellenek. Itt van hal, itt is van hal. És itt nincs. Nem akarok nagyon éjszakra menni, de kíváncsi vagyok, hogy mennyi ellátmánnyal fognak megérkezni. Ez egy nagyon-nagyon jó visszaigazolás lesz. És lássuk, hogy hol vannak a seregek. Egy napra, egy napra, egy nap, három napra. Wow. Oké, a három naposat nem hiszem, hogy meg fogjuk várni. El fogjuk kezdeni a várostromot. És a biztonság kedvéért éjszakra fogunk lovagolni. És megnézzük, hogy Mizán elhanyadikán van elsője. Miért nem jó annyira ez a völgy itt? Azért, mert hogyha az ellenség szemből jön, akkor az nekem eléggé kellemetlen lesz. Saját területeim még nincsenek elfoglalva, ami egy pozitív dolog. És 299 védelmezőt kell nekünk leterítenünk annak érdekében, hogy Mizát újra visszafoglaljuk. Southern Empire. Ami fontos, hogy a kapu ne engedjük be senkit. Wow. Hello, srácok. Kasson partia. Úgy látom, hogy így gyülekeznek. Jó lenne ide menni segíteni a lootereknek. Talán. Csak így poénból. Állj. Oké, okay, nem avatkozok közben. Nem avatkozok közbe. 13 szerencsétlen. Ez annyira gáz. A gép annyiszor megcsinálta ezt velem, hogy valami borzalmas. Harcoltam valakivel, és ott volt a nyomomba, aztán kiléptem a csatából, és így... Ha! Na tudod, hogy mi van? Bizony, háború. Surrender or die. Menekülj vagy meghalsz. Valószínűleg menekülni fognak, és hogyha szerencséjük van, akkor nem. Oké. Okay.
Rendben van, barátom. Ja, igen, seregem van. Oké. Be fognak menni az erdőbe, mi? Jó, hát nézzük meg akkor, mit csinál az ellenfél. Berohannak az erdőbe! És berohannak az erdőbe. Berohannának. Oké, charge. Hova, 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 ne tovább. Azok a számszerű jelzők abszolút tetszenek nekem. Wow. Ez egy nagyon-nagyon jó terület, ahol tudnak védekezni. Ott volt egy champion. Vorárd, őt el fogom engedni a francba. Nekem annyira fontos, hogy ne legyenek fejlett egységeik. Szuper! Fantasztikus! De nem igazán értem ezt a 1,1 Renault-ot, de mindegy. Jól harcoltál, elmehetsz, csak vigyorogjál már egy kicsit. Tudom, hogy nehéz ebbe a páncélba, de... De vigyorogjál! És kik vannak? Azt mondja, hogy borveterán. Bornovis. Rájuk szükségem van. Főleg a borveteránra. Egy embert lepasszolhatok. Legyen az mondjuk ő. És nekem kell ez a veterán. Erre szükségem van. Illetve nem kevés katonát tudok fejleszteni, ami így a vár ostrom előtt abszolút bölcs döntés lesz. Jöhetnek a számszerű jászok, jöhetnek a közelharcosok. Még több számszerű jász. Még több pajzsos gyalogos. Lovasság. Lándzsást. Nincsenek sokan lándzsások, de akik vannak, azok nagyon elszántak. Maradjunk íjászokként, és lovasság. Valamint megint a lovasság. Oké, okay, nagyszerű. 1400 dénárt kell kifizetnem ennek érdekében, és kaptam egy kis kaját, ami yeah, fantasztikus. Done. Oké. Okay. Nos, itt valahova gyűlnek ezek a csapatok, és én nem tartom egyébként valószínűtlennek, hogy valahova ide gyülekeznek. De a várost nem kezdjük el ostromolni. Te mennyinél állsz, barátom? Kíváncsi vagyok, hogy ő hogy van. 39 Imperial Recruit. Engage Gatilla's Party. Hát jó. Ó, Ira! Köszöntelek! Újra! Halsz! Do you have anything to say before I give the order to attack? Nem. I hear you talk Melion Castle. The odds are not in your favor today. You may fight us, but there is also no shame if you yield now. Hihetetlen egyébként a humorérzéke a mesterséges intelligenciának. Nagyon-nagyon tudom értékelni a humorérzékét. Határozottan. Határozottan. Oké, okay, ott van az ellenség. Azt mondja... rohannak? Valószínűleg igen. Be az erdőbe. És mielőtt közel érnének, amennyiben közel fognak érni. Igen. Úgy látom, hogy jönnek. Shield wall. Hojjajajajajajaj. Szerencsétlen lovam micsora találatot kell elszenvedjen. Oké, okay, az első nyomorultra már rálőttünk. Infantry!
Forward! Horse archers! Attack! Infantry! Charge! Infantry! Charge! Akkor roham. Ez lesz a legegyszerűbb. Cse! Puff! Lapockán vertük szerencsétlent. És azt hiszem, hogy ennyi volt. Bánhatjuk azt a napot, hogy nem menekültünk el a francba a lóval. Viszontlátásra. És azt hiszem, hogy arra menekültek. Ott vannak. És talán ez már a térképnek a széle. Nem vagyok benne biztos, de lehet, hogy ez a széle a térképnek. Mint hogyha eltűntek volna itt a domb tetején. Szevasztok, srácok! Ó! Ő is látta a Matrixot. Ő is! Ő nem! És ott el is tűnt. Kíváncsi vagyok, hogy a játékhoz van-e olyan mód, ami által balkezes lesz a karakterem. Csúszik a domtető, óvatosan. Mindenki kapja elő a nylon zsákot. És élvezze ki a csúszást. Érdekes döntés volt ez a mesterséges intelligenciától. Arrafele rohannak a katonái. Ott látszik, hogy van még egy egység. Ott még fut valaki. Én megnézem ezt a domb tetőn levő embert. Valószínűleg menekül vagy beakad ugyanúgy, mint amikor a... Harcol! Tö! Múlt idő. Na? Erről van szó. Erről van szó. Egy ember elmenekült. Nálam pedig egy ember meghalt. Én voltam a védekező csapat? Oké. Jó védelem volt. Szépen harcoltál. Menj a francba. Nem mindegy. Egy emberem meghalt, tehát... van lehetősége valakinek beállni a csapatban? Ki az, aki? A teve? A teve az nem fog, az ötös. Az nem fog, van még kettő neves, aki szintén 1%-os. Lehetőséget kell adni annak természetesen, hogy felerősödjenek. Jöhet egy lovas. Itt pedig... Crossbowman... Egy Heavy Horseman-t szépen felveszünk. Azt hiszem, hogy egy embernek még van hely. Imperial Crossbowman, köszönöm szépen. Nagyszerűen teljesítettetek. Ja. És ennyi is volt. Lássuk, hogy kaptunk-e valami értékeset. Ó, 14/7-es válvédő. Na, ez abszolút szimpatikus, srácok, lányok. 17/4-es. 14/4-es. Na végre! Miss Willowbark, mit szól az új vértjéhez? Remélem abszolút elégedett. Done. Jó, hát akkor itt azt fogjuk csinálni, srácok, lányok, hogy bevárjuk az egyik csapatot, aki érkezni fog ide hozzánk. És 299 katonának kell neki mennünk, így a mostani rész alkalmával. És nem mondjuk, hogy a parasztok bemenjenek. Egyszerűen csak kiéheztetjük. Karavánok is vissza fognak fordulni. Ne! Nem. Autosave, load, csata után rak le. Csata után fog lerakni. Miért kötünk békét? Nyerekbe vagyunk. Széjjel verték az ellenséget. Elvetnénk egy várost! Nem hiszem el, hogy ezután a csata után nem csinált egy autószévet. Egyszerűen képtelen vagyok elhinni. Jó, hagyjuk. Miért? Egy kastély, oké.
Gaosz kastélya, az nem lett a miénk, nem tudom, hogy mit csináltak a nemesek. De most jönnek hozzám a nemesek, ugye? Úton vannak. Szóltak a főnöknek, hogy főnök, úton vagyunk, mert Attila odahívott minket. Epikroteát nem tudtuk visszaszerezni, ezt aláírom. Biztosan nagyon nagy csatát kellett vívnunk. Egy vár a miénk, egyet visszaszereztünk, tehát egy-kettő várat foglaltunk el, hármat. És ennyi? És azt mondjuk, hogy ennyi? Nem! Nem ennyi. Ez most nagyon felzaklatott, ez a béke. Mire fel? Mire fel a béke? Jön itt a fantasztikus kérdés. Mire fel? Nem tudom megválaszolni. Egy nap, 20 óra, 9 óra, 10 óra, oké. Okay. Jó, rendben. Ha 400 emberrel kell neki menjek 300-nak, azt is meg fogom tenni, de ezt még a béke szerződés előtt meg fogom tenni. Nagyon-nagyon nem örülnék, hogy a békét kötnénk. De ez csak az én személyes véleményem, ugye? Messzújnak 13-as a partia. Jesus! Bortu, 4 órára van, jöhetsz haver. 4 órára van, te is jöhetsz haver. Oké. Okay. Gyerünk, csatlakozzatok. Helyes. Helyes. És ott van egy 463-as sereg. Aki elmegy mellettem. Aki kanyar nélkül elmegy mellettem. Még nem biztos. Nem biztos, nem biztos. Lássuk, hogy milyen az egység, milyen a csapat. Imperial Archer 58, 237 Imperial Recruit. Az eléggé nem az ő oldalára billenti a dolgot. Kettő nemesem eléggé problémás helyzetben van, de csatlakoztak hozzám, ami abszolút dicséretes. A 19-es is. A 65-ös az nem. Mert természetesen mit kell csinálni, amikor ostromra kész? Jó, hát akkor te nem fogsz ebben részt venni. Mizea, érkezünk! És szerencsére nem kötöttünk békét. Mennyire jó, hogy visszatöltöttem. Nem akartam elfogadni, srácok, lányok, és... És ez van, kész. Infantry and ranged are ready. Oké. Okay. Van néhány katonánk lepakolva. És... hát... Jó. Oké, okay, ott lenne az első torony, ott van 2 létra. És szerintem átjövünk erre az oldalra. Én a mondó vagyok. Itt fogunk támadni. Valószínűleg a mögött. A fal mögött. Szeretem azokat. Azokat az akadályokat. És mehetünk. Kíváncsi vagyok, hogy hova rak. Középre. Helyes. Gyerünk. Gyerünk. Pozícióba. Támadás. Rohadt egyszerű stratégiát választunk ennél a várostra. Ó, kik vannak. Szállj le, ez az, szép. Hello, cimborák. Egészen sokan vannak. Wow! Olyan hangeffekttel halt meg az a kuzait nomád, hogy az valami borzalom. Oké, tizedeljük ezen az oldalon. Ja. Akárki kidugja a fejét. Azt rendesen meg fogjuk kínálni. Hát azok nem tudom, hogy mit csinálnak. Valószínűleg védekezni akarnak. Oké, azt ott összeszedjük. Wow! Micsoda csapat! Iiii!
és rámennek a létrára. Wow. Gyerünk srácok, gyerünk, nyomuljatok fel, tartom a... Az hol áll? Ott meg lehet állni? Az olyan volt, mint Dugovics Titus. A mélybe vetette magát az ellenféllel. Valóan, hogyha megállna valaki, aki tudnék lőni. Aki valakit eltaláltam. Pajzs volt. Oké, okay, a katonáink azok felértek. Ezen az oldalon nem vagyok benne biztos, hogy sokkal stabilabbak vagyunk. Nem tudom őket eltalálni. Hey, mit csinálsz? Jó, oké, okay. Szerünk egy kis muníciót. Van-e itt valami? Kettő. Nincs valami túlságosan sok, de remélem, hogy visszaállnak védekezni. És igen. Oké, okay, megint leborították. A fejemre ráadásul. Oké, okay, tizedelni kell itt a csapatot. Rendesen. Ebbe az irányban nem nagyon lőttek. Nem tudom, hogy hol van a faltörőkos. A háborúban szeregetős játékot játsszuk. Majd odafent fogok néhány nyilat összeszedni. Ah, ott van. Csá! Nem tudom, halott van-e vagy élő. Hey! Hey! Szépen harcoltál, fiam! Meg kell hagyni! Szépen harcoltál. És újra visszaállítjuk. Tíz darab. Az nem sok, de kevés, de ide adtak nekem egy kis muníciót. Elég jó veszteségeket okozunk az ellenfélnek, és elég nagy veszteségeket élünk meg mi is. Viszont azt hiszem, hogy tovább léphetünk itt a várfalon. Igen, jól védekeztek. Sokkal többen voltak, mint az előző részostrománál. Ez ugye eléggé sokat nyomott alatba. Szerencsére van annyi foglyunk, hogy simán fel tudjuk tölteni a seregünket aránylag képzett egységekkel. Kíváncsi vagyok, hogy mennyien vannak itt, hogyha ére feljövök, de most már a veszteségek inkább az ellenfelet terhelik jobban. És itt most már a katonáim csak futnak. Oké. Okay. Jók vagytok, srácok? Jók vagytok? Van-e valakinél tegez? Ez lenne a következő kérdés. Nincs. De kalapács van, hál' Istennek. És szerintem a főkapunál vagyunk, és a csapatunk nagy része még a másik falnál van. Wow. Oké. Okay. Aha, szevasz. Jó, ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Hey! Na végre. Nem feltétlenül itt kellene segítenünk az embereinknek.
Nem sokat láttunk, de amit láttunk, az bőven elég volt. Wow! Ah, hogyha bebújnak a pajzs mögé, akkor semmit nem tudunk csinálni. Oké, már csak össze kell őket törnünk. Ennyi. Elkezdett menekülni az ellenséges milícia. Helyes. Végre. Nem tudom, mióta várom ezt a pillanatot, hogy erre a ez a város végre a miénk legyen. És ne az én városom legyen az első számú akadály az ellenfélnek. Mit fogunk csinálni? Bemegyünk a városba. Miután elfoglaltuk diadalmasan. És feltöltjük várvédőkkel, és ott fogunk vesztegelni egy keveset. Fiúk? Én nagyon értékelem a hobbitokat, de szerintem se most kellene így a falnézők klányába tartozó dolgokat csinálni. Range is ready. Hát, charge! Ez a parancs. Ez az utasítás. Ennek megfelelően tegyétek a dolgotokat. És lemerem fogadni, valamelyik nyomorult toronynak a legtetejében ücsörög egy szerencsétlen lövész. Igen, valószínűleg ott valahol. És nem megy fel. Lehet, hogy tériszonyos a csávó. Vagy lépcsőfóbiája van. Lépcsőfóbia. Szerintem annyian elintézik. Úgyhogy én egy diadalmasan belelövök egyet a holdba. Nem hiszem, hogy eltalálja, csak úgy abba az irányba ment. Na fiúk? Megfelelő volt a stratégia? Erről van szó. Még szép. 14 jó emberemet vesztettem el ebbe a csatába, és 37-en sérültek meg, 142-en haltunk meg, ő pedig 170-en. De miénk egy város? Ami azért nem mindegy. Kettő emberünk menekült csak el, tehát morálba tudtuk tartani rendesen ezt a harcot. Eléggé rendesen. Oké. Győzelem. Wow. Oh, wow. Oké. Na lássuk. 93. Tehát 14 embert kell felvenni mindenféleképpen. Ott még egy számszerű jelsz. Fel fogjuk tölteni a rabokból az embereinket mindenféleképpen, csak először itt végig zongorázzuk az egységfejlesztést. Nagyon jó. Oké, hármas szintűek, van-e valami négyes szintű, aki szeretne csatlakozni hozzánk? Igen, az egyik nemes elszökött, gondolom így az ostrom alatt, amikor rengeteg egységbe lett küldve. A 6 embert ezek közül felveszünk. 7. 8. 9. 10. 11. És úgy állunk, hogy még van 3 embernek hely. Van 3 embernek hely. 1. És most már csak 2-esek vannak, hogyha jól látom a rabok közül. Igen. Oké. Na lássuk. A rabok. 3. 44-en lehetett, tehát már túlléptem azt a limitet. A többieket pedig hagyom valószínűleg. Imperial Spearman, Military Archer, jó, oké, done, yes! És lássuk, kapunk-e valami értékeset? Egy cipőt, ami 15-ös. Yeah! Done! Oké. Szépen ezzel a 156-os sereggel bemondolunk, és kicsit nyalogatni fogjuk a sebeinket. Jó, bent vagyunk. És most... Ugyanaz.
Nekem ez kell. Jó, oké. Okay. Akkor kié legyen. Tied legyen 20-szal. És azt hiszem, hogy ez pedig a Mizának a sorsáról. Bár Akrum itt maradt a francba. Oké. Okay. Tuleg eddig 100%-os. Aha, igen, igen. Attila pedig 0%-os. Én Attilának adok egy 300-at. És Tuleg nyerte. Oké. Okay. Hát igen, nem ártana majd fejleszteni kicsit a kapcsolatot. A környéken levő nemességgel. Azért, hogy esetleg én is kapjak valamit. Vagy hogyha természetesen nem tetszik így a döntések sorozata, akkor akár saját birodalmat is lehet. Bár mondjuk én tökre meg vagyok elégedve így a kuzaitokkal, mert egészen szépnek nem mondható teljesítménnyel, tempóval araszolgatunk. Oké, okay. Szerintem a sereget fel fogom osztatni, mert mindenkinek kell utántöltés, úgyhogy Disband Army, yes! És elindítjuk az időt, miután kiléptünk innen. Ja nem, wait here! Többen is várakozunk, elég sok ellenséges nemes van, és ki fognak lovagolni, főleg az ilyen szájkaratésok, az ilyen nagyon-nagyon kevés katonával rendelkező. Jó, oké, okay. Megnézzük. Megnézzük, mit tudunk tenni értük. Ott is vannak. Ott is voltak. Helyes. Gauss kastélyát sem ártana. 184 ember. Az sem ártana egyébként a földdel tenni egyenlővé, és úgy látom, hogy igen. 1, 2, 3, 4. Done. 4 csapatot szépen besorozok, és Gauss kastélya lesz a következő célpont, amit szeretnék majd megcélozni, de mielőtt még azt megtenném, el fogok menni, egy kis kaját vásárolok. Annak érdekében, hogy tudjam a csapatot magas morálon tartani, hogy ne éhezzünk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy ez a visszatöltés megtörtént, és nem kötöttünk békét a Southern Empire-rel, ami azért egészen jó. A seregem az még mindig nagyon-nagyon jó szinten van, most már tudok felvenni újabb rabokat, ami szintén fantasztikus, és következőnek megint neki mehetünk így az ellenségnek. Byproducts. És lássuk, halból 6 dénárért adja. 6. Hát ez valami borzalmasan jó. Ez fantasztikus. Oké. Okay. Hát hogyan tudjuk esetleg lenullázni? Bal kattintással. A legutolsót azt természetesen nem adjuk el. 610. Jó, ennyi. Kész. Nem árt, hogyha az én kezemben is van egy kis pénz. 13, nem? Jó, semmim sincs. Semmi sincs a parasztoknál, amitől esetleg nem akarok megválni. Nos, nagyon örülök, hogy ezt a területet csak a háború elején akarták zaklatni. Nagyon-nagyon örülök neki. Most szerintem néhány napig pihenő lesz. Karakergit. Néhány napig pihenő lesz, és megnézem a nyugati területeket. Epikratát elfoglalta a Batanian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 városa van a Batanian-nek, az egészen jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó riválisa lesz itt. Lageta, a délieki, és ennek a birodalomnak kell széthullani a lehető leggyorsabban. Szanaopát se lenne rossz megostromolni. Lehet, hogy Szanaopára rátekintünk, amíg érkezik a csapat, illetve a mostani résznek a tudom, a kuzait Southern Empire újabb vereséget szenvedtek el. Helyes. 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 Ide fogunk jönni a folyó túloldalára, fogjuk szemlélni a 495 védőt, az most nekünk egy picikét sok, de lehet, hogy Diatma már nem lesz annyira pocsék. Oké. Okay. 12-es a csapat. Ez igen. Valószínűleg éhezik, ugye? Gyere ide, 98, az nekem nagyon-nagyon kell az a 98 ember. És itt van. A béke. Haza is küldöm őket a francba. Eljött, hölgyeim és uraim, a törékeny béke újra a déli birodalom és a kuzaitok között, és Mizát sikerült elvennünk, valamint egy
kettő, három, négy várukat. Ennyivel lettek gyengébbek. Ennyivel lett kevesebb az erőforrásuk. Ráadásul Epikrotát is elvesztették. Úgy néz ki, hogy nem igazán van egyetértés ebbe a birodalomban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de még mindig, bár nem biztos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9, 10, még mindig a legtöbb várossal rendelkező birodalom ezen a térképen. Ami a következő háborúnál valószínűleg változni fog, bár attól függ, hogy mennyire leszünk szempülesek, és mennyire fogunk tudni fellépni a déli birodalommal szemben. Nem tudtam csapást mérni, egy újabb csapást mérni az ellenségre. De hát, ami késik, az nem múlik. Talán okos ötlet lenne a nemesekkel egy picit a kapcsolatot javítani, hogy a nyomorultak rám is szavazzanak, ne csak mindig a többiekre. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én Uno voltam, és mint mindig, találkozunk legközelebb. Szevasztok!